2015. szeptember 12. Kópé Klub az Ipoly Kulturális Központban. Mit akar ez az elnevezés, mit akar ez a rendezvény? Egy olyan új forma, amikor óvodásokkal, kisiskolásokkal szeretnénk találkozni, mindenféle mozgással, tánccal, mesével. Itt most szombaton Szekeres Andrea lesz a vidámság felelős, rá is írtuk a plakátra, ő fog egy irányított foglalkozást tartani, amiben jó zenék lesznek, nagyon jó mozgásos feladatok, egy kicsit tombolás. Hát reméljük szombaton jobb idő lesz, de gondolva arra, hogy kezdődik az ősz, a tél, egy kicsit beszorulnak a családok, és egy másfél óra, két óra kis szórakozást szeretnénk nyújtani a családoknak, a kicsiknek, óvodásoknak is, iskolásoknak, amibe sok minden belefér, tehát az elkövetkezendő időben sokat fognak találkozni ezzel az elnevezéssel, illetve ezzel a kis logóval, amit csináltunk, Kópé Klub. Itt szeretnénk több mindent, akár táncházat, zumbát, minden olyan mozgásformát, ami a picit a gyerekeket esetleg érdekelheti, elfoglalhatja. Szeretnénk kézműveskedéssel kiegészíteni, és természetesen most is lesz egy pici mese, hiszen könyvtár is vagyunk, amikor találkozhatnak Janikowski Éva meséjével. Pici belépő díjat szedünk, 300 forint gyerekenként, és a felnőttek pedig egy 100 forintos pártoló jeggyel látogathatják meg ezt a kis foglalkozást.